Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Ferenc, üdvözöllek a műsorban, szuper, hogy most egy autós utazó szerepel itt nálam. Szia Attila, köszönöm a meghívást, igen, örülök, hogy itt vagyok a csatornádon. Vágjunk is bele, mert rengeteg kalandod van a pároddal, rengeteg kilométer van mögöttetek. Kezdjük is mondjuk a 33 ezer kilométeres kalanddal Szingapúrból, hogy ez az ötlet hogy jött nektek, hogy kocsiba be, azt induljunk neki Ázsiának. Amikor elindultunk, akkor már egy pár éves terv volt, az az igazság. Korábbi kalandokból jött. Két barátommal 2014-ben Londonból megpróbáltunk elmenni Mongóliáig egy autóval, de aztán végül Közép-Ázsiában lerobbantunk, ott kellett hagyjuk az autót, végül eljutottunk Mongóliába, de nem azzal az autóval, és akkor ez volt egy olyan kaland, amikor én azt gondoltam, hogy na, ilyet én még akarok csinálni. Állítólag, amikor Evelinnel találkoztunk, csak erről tudtam beszélni, utána el is kezdtem ezen dolgozni, hogy ez egyszer összejön, és a 18-ban jött össze, hogy elinduljunk. A szervezés az elég hosszú ideig tartott, főleg a kínai átkelés miatt, oda elég bonyolult bejutni és átmenni, oda kell egy idegenvezető, végig ott ül veled az autóban, vagy a konvojjal, mert hárman mentünk a kínai részen, egyébként egyedül mentünk Szingapúrig. Szingapúr meg azért volt cél, mert a szárazföldön megtehető leghosszabb, vagy legmesszebb lévő célpont Magyarországról, amikor még nem kell kompozni, nem kell hajózni. Kínában meg a költségek és a bonyolult szervezés miatt megosztottuk más utazókkal ezt a részt, és azért mentünk hárman. De Szingapúr előtt azért volt egy kisebb óka, Bamako Rally, ami annyira nem kicsi, meg azért elég nehéz, hogy az mekkora tapasztalás volt a szingapúri kaland előtt? A Bamako Rally az úgy jött, hogy már eldöntöttük, hogy megyünk Szingapúrba autóval. Egyébként egy skandináv túra közepén úgy döntöttük, hogy akkor belevágunk a szingapúri dologba. A kettő között volt egy év, ezért úgy gondoltuk, hogy na előtte mit tudunk csinálni, mert volt egy ilyen lehetőségünk, hogy szabadok vagyunk egy teljes évig. Akkor nevezünk be a Bamako Rallyra, amire azt gondoltuk, hogy ez egy jó kis felkészülő út lesz a nagy szingapúri útra, és hogy majd ez egy ilyen egy hónapos, könnyű kis túra lesz. Ehhez képest elég nehéz volt, elég nehéz terepen mentünk, elég nehéz, feszített napok voltak nagyon nagy távokkal, ami egyébként a mi utazási stílusunkhoz nem pont a legjobb, mi nem egész nap menni akarunk, hanem látni akarunk, és eljutni ide-oda a térképen éppen spontán felfedezett dolgokhoz. A Bamako nem erről szól, az egy kéthetes, egésznapos vezetés, egyébként nagyon nagy kaland, mert kihívás és nehéz napok vannak. Még egyszer nem csinálnám így, meg nem ezt csinálnám, nem mennék a Bamakóra még egyszer, viszont tanulásban hatalmas előrelépés volt, mert ugye mi keressük az off-road lehetőséget, keressük azokat a helyeket, ahova nehéz eljutni autóval, emiatt terepjáróval utazunk, és nehéz terepen meg kell oldani dolgokat, és a Bamako nagyon sok mindent megtanított, mert teljesen tapasztalatlanok voltunk előtte, úgyhogy arra tökéletes volt. Egy utazó folyamatosan tervezi a jövőt, újabb kalandot, és ez van nálatok is, hogy úgy tudom, hogy amikor ez a videó ki fog menni, ti már benne leszek egy újabb kalandból, hogy ez az újabb kaland micsoda, és erre hogy készültetek? Egy terepjáróval, egy Toyota Land Cruiserrel utaztunk, és ahogy mondtam, fontos nekünk, hogy távoli helyekre jussunk el, és olyan helyekre, ahol sima autóval nem lehet. Árkon, bokron, sivatagon, folyón át mindenféle helyekre eljussunk. Egy sima autóval is elejtünk a helyek 90%-ára, vagy 90%-ához, de pont az a 10% az, ami még különlegesebb, még szebb, még jobban kalandosabb. Mivel eddig egy terepjáróval, egy Toyota Land Cruiserrel és azon lévő tetősátorral és az összes ehhez tartozó felszereléssel, kis gázfőző, zuhanysátor, kis zuhanyfelszerelés, kis konyha, tehát mindenféle kempingfelszereléssel utaztunk, viszont mivel ez sátor, ezért rossz időben fázunk, falu szélén nem tudjuk a táborunkat felállítani, csomó olyan velejárója van egy sátras utazásnak, ami hátrány, nagyon jó az is, de hosszú távon egy kicsit már kényelmetlenebbé teszi az utazást. Így az elmúlt másfél évet körülbelül rászántuk arra, hogy kerestünk egy 4x4-es, egy négykerék meghajtású átalakított kis terautót, lakóautóvá alakított kis terautót, ez egy ilyen pici, rövid, négykerék meghajtású kis terautó, és ezzel fogunk utazni. Amikor, ahogy mondtad, ez a videó kimegy, már utazunk is. Egyelőre a Balkánt, Görögország, Albánia, Macedóniát fedezzük fel, illetve további európai tervek is vannak. A hosszú távú terv pedig az, hogy elhajóztatjuk az autót Kanadába, és a pánamerikai országúton végigmegyünk Argentináig. És ahogy mondtad, hogy te utazhatok jippel, meg most ezzel az újabb kocsival fogtok utazni, hogy ez a
utazási mód, ezt kinek ajánlod, milyen habitusnak, milyen személyiségnek előnyös, ki tudja ezt igazán élvezni szerinted? Mindenképpen azt mondom, hogy kalandos. Nagyon sokat utaztam hátizsákkal, hostelekbe, nem tudod még, hogy esetleg hol alszol aznap. Az is nagyon kalandos, én azt a fajta utazást is nagyon szeretem. Illetve akkor is azért jó úgy utazni, mert nagyon sok helyvel találkozol, sőt nagyon sok emberrel találkozol, más utazókkal, stb. Ez egy szinttel odébb van abból a szempontból, hogy még távolabbi helyekre el lehet jutni, ahova nem megy a busz, nem megy a vonat, ahova egy backpacker nem jut el. Nagyon sok olyan pluszt ad, ami más utazási formával nem elérhető. Nagyon sokan a költségeket hozzák fel egyébként ez ellen, ez a fajta utazás ellen. Erre pedig azt szoktam mondani, hogy a felszerelést igen, azt meg kell venni, arra rá kell szállni a pénzt, az drága. Ugyanakkor utazás közben pedig nagyon sokat spórolsz azzal, hogy a saját házadat viszed magaddal, ha az sátor vagy egy van, akkor mindegy. Utazás közben teljesen önállátó vagy, saját magadnak főzöl, nem fizetsz különösebben szállásra. Csak néha, hogyha egy városközpontban akarsz lenni egy pár napot, talán azoknak ajánlom, akiknek hosszú távú utazásra a tervük, mert arra tökéletes. Azzal az autóval járok minden nap, ami Szingapúrig is eljutott, tehát a mai napig használom. Talán ezért választottam a Toyotát, hogy azt gondoltam, hogy az megbízható lesz, és így is volt, egyébként így is van. Én alapvetően jogász vagyok, semmi közöm a technikai dolgokhoz, tehát nekem zéró technikai tudásom van. Talán az, amit önszorgalomból megtanultam, vagy azért, mert érdekel a téma. De minden sarkon lehet találni egy szervizt, és hogyha valaki esetleg erre a fajta utazásra szánja rá magát, akkor vagy tanulja meg az alapokat, vagy egy olyan autót válasszon, amit sok helyen meg lehet javítani, és könnyen és olcsón meg lehet javítani. Ezek általában egyébként pont a régebbi autók. Egy minimális tudás azért jó, hogy legalább tud, hogy mit mondasz a szerelőnek. Volt egyébként többször is gondunk az autóval, mindig meg lehetett oldani az apró dolgokat, én megoldottam, de tényleg ez nagyon-nagyon apró dolgokra kell gondolni. Ha pedig valamilyen nagyobb probléma volt, például volt a sebességváltóval gond, vagy volt a turbóval gond, tehát voltak olyan komolyabb gondok, amivel én nem tudtam volna mit kezdeni egyáltalán, és akkor az első szervizig valahogy eljut az ember, és ott. Ha már azt gondolod, hogy baj lehet az autóval, akkor nem szabad egyedül menni távoli helyekre. Mongólián belül is mondjuk például egyedül nem mentünk volna a sivatagba, a Gobi sivatagba, hanem akkor maradtunk volna olyan helyen, ahol tudjuk, hogy van esetleg valamilyen forgalom. Sok kalandot kívánok, amikor ez az anyag kimegy, akkor ti már benne lesztek a sűrűibe ott a Balkánon. Sok-sok kalandot, élményt, kevés rossz utat, széles utat, ahogy szokták mondani a motorosok, bombolyás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor várunk mind a kettőtöket majd Bécsbe. Köszönöm szépen, tényleg köszönöm még egyszer a meghívást.